pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Az ukrán elnökkel találkozik ma Novák Katalin. A köztársasági elnök a Krími Platform fórumon vesz részt Kijevben. Az államfő úton az ukrán fővárosba Beregszászon találkozott a kárpátaljai magyarok képviselőivel. Novák Katalin azt mondta, számíthatnak a magyarokra a megtámadottak és a bajban lévők. Az államfő egyúttal köszönetet mondott azoknak a segélyszervezeteknek, amelyek a háború kitörése óta nem csak Kárpátalján, hanem Ukrajna szerte mindenhol segítenek. A keresztények legfőbb egyházi vezetőjével tárgyalt tegnap a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta második tavadrosz kopt pápát. A találkozón a keleti és nyugati keresztények összetartozásáról és testvériségéről volt szó. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország világszerte nagy hangsúlyt fektet a keresztény közösségek megvédésére. A kormány a tanévkezdéskor ingyenes tankönyvekkel és a családi pótlék előrehozott kifizetésével is segíti a családokat, olvasható a kormányszóvivő Facebook bejegyzésében. Szentkirályi Alexandra közölte, folytatódik a gyermekek ingyenes és kedvezményes étkeztetése is. A kérelmet írásban kell benyújtani az étkezést biztosító intézménynél. A hónap végéig lehet jelentkezni az önkéntes katonai szolgálatra. A Magyar Honvédség olyan fiatalokat vár, akiket idén nem vettek fel egyetemre, vagy elhalasztják tanulmányaikat. Azok, akik fél évet eltöltenek lövészfelkészítésen, 16 plusz pontot szerezhetnek a következő évi felvételihez. A szeptember 11-én induló programra bármelyik toborzó irodában, vagy az irányasereg.hu-n lehet jelentkezni. Görögországban 18 ember, vélhetően illegális bevándorló holttestét találták meg egy korábbi erdőtűz helyén. A dél-kelet-európai országban néhány hét szünet után napok óta ismét az erdőtüzek pusztítanak. A hőség és a viharos szél miatt gyorsan terjednek a lángok. Teljes településeket, több mint 12 ezer embert kellett evakuálni, és sok lakóépület megsemmisült. Újabb utórengés volt Szarvas környékén. A hétvégi földmozgásokat éjszaka egy 3,6-es erősségű utórengés követte, amelyet a környező településeken is érezni lehetett. Szombaton délelőtt Gyoma Endrőd közelében 4-es erősségű földmozgást regisztráltak, majd nem sokkal később Turkeve környékén és Szarvasnál is megmozdult a föld. Végül az időjárásról. Egyelőre marad a kánikula, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan, főként északkeleten és az Alpok alján záporok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kísérhetnek. Északkeleten és nyugaton villámárvíz is kialakulhat. Emiatt az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.